Egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy kis államnak a miniszterelnökét ilyen rövid egyeztetés után hajlandó fogadni az orosz elnök, a kínai kommunista párt főtitkára, a volt amerikai elnök, az ukrán elnök. Ez, hát a magyar történelme szinte, hogy példa nélküli. Még azok is, akiknek ez nem tetszik, vagy csipi a szemét ez a kezdeményezés, ha fogcsikorgatva is, de, de, de tisztelegniük kell a magyar diplomácia, diplomácia előtt. Orbán Viktor útja megnyitotta az utat ahhoz, hogy esetleg más európai politikusok is eh, megpróbáljanak kommunikációs csatornákat létesíteni eh, eh, Vladimir Putinnal, ha egy milliméterrel közelebb kerültünk egy, egy, egy békés rendezéséhez ennek a háborúnak, akkor, akkor, akkor már megérte. nyugat hosszú távban gondolkodik, és nem, nem fogja elengedni Ukrajna kezét. Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Harstér, a Mandiner heti geopolitikai magazin magazinműsora, állandó vendégeinkkel, Robert C. Kastelle, Ben Darzewski Antonnal, illetve a házi gazdával, Póca Istvánnal. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket is. Sziasztok. Fő témánk a mai napon, a Orbán Viktor a magyar miniszterelnök a béke missziója, körútja. Múlt héten elkezdtünk már beszélgetni a, a kievi akkor még csak ennyit tudtunk erről a körútról, hogy ellátogatott Kijevbe és találkozott az ukrán elnökkel. Azóta viszont tudunk egy picit többet, vagy jóval többet. Ez pedig az, hogy Kiev után ellátogatott Moszkvába, Moszkva után ellátogatott Pekingbe, Peking után Washingtonba ment a NATO csúcsa, és már azt is lehet tudni, hogy a következő állomás az Donald trump való találkozó és egyeztetés. Szeretném, hogyha értékelnénk állomásonként is ezeket, a, ezeket az utakat, lépéseket, bár ugye Ukrajnával már elkezdtük múlt héten, de lehet, hogy még egy picit tekintsünk azért majd vissza a retrospektíve, főleg így a, történéseknek a tükrében, de kezdjük talán inkább azzal első körben, hogy ti hogyan értékelitek így összességében egyben eddig ezt a, ezt a körútat, ezt a békemissziót, már amit eddig lehet ebből látni, mert hogy nyilván nem kizárt, hogy ennek akár lesznek újabb lépései, újabb állomásai. A múlt héten Anton kezdett, ha jól emlékszem, hogy Robert, most akkor neked szegezem a kérdést. Okay. Hát talán abban kezdeném, hogy ez nem magától értetődik. Tehát van a Földön körülbelül 200 állam, ilyen Magyarország méretű állam, bizt körülbelül az egyharmaduk, vagy talán, talán több is egy kicsivel, relatíve kis államok, és egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy kis államnak a miniszterelnökét ilyen rövid egyeztetés után hajlandó fogadni az orosz elnök, a kínai kommunista párt főtitkára, a volt amerikai elnök, az ukrán elnök, tehát ez nem magától értetődik, egyáltalán nem magától értetődik, és azt hiszem, hogy a, még azok is, akiknek ez nem tetszik, vagy csípi a szemét ez a kezdeményezés, ha fogcsikorgatva is, de, de, de tisztelegniük őkkel a magyar diplomácia, előtt. Elő. És itt nem csak a külügyminiszterről van szó, hanem a nagykövetekről, és azokról, akik ezeket a kapcsolatokat fölépítették a évek áldozatos munkájával hogy ez lehetségesé váljon, mert nem magától értetődő. És aki nem hiszi, ezt próbálja meg megbeszélni egy hasonló találkozott, tudom én, Putyinnal, Sivvel, Trumpal, Zelenszkivel, és lássuk, hogy mi, mennyire lesz sikeres. Tehát ez az első dolog, amit elmondanám. A másik pedig az, hogy föltennék egy költői kérdést, hogy, hogy, hogy mikor a közelkeleti háborúval kapcsolatban a nyugat teljesen jól tudja tolerálni azt, hogy a vélemények teljesen megosztanak, mindenki másképp látja, akkor miért kell Oroszországgal szembe egy ilyen kikényszeríteni egy egységfrontot? És én azt hiszem, hogy erre egyetlen egy válasz van. A válasz erre az, hogy a, 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 a progresszív nyugati elitek, akik gyakorlatilag a hangadói ennek az egésznek, nem egy fizikai háborút viselnek Oroszország ellen, hanem egy ideológiai háborút. Tehát a fizikai fenyegetés, ami Oroszország részéről ér minket, vagy fenyeget minket, ez a tudom én ameddig Oroszország egy ilyen bachmut nagyságú városnak az elfoglalásához egy, évre van szüksége körülbelül, addig, addig nekem nem mondják azt, hogy holnap a Biszkája jövőt is fenyegetik, vagy a Lámán csatornát az oroszok. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ideológiai háború, és ezzel kapcsolatban még egy dolgot szeretnék elmondani. Tehát a hidegháború alatt volt egy egyértelmű ideológiai előnyünk a szovjetekkel szembe. És hogyha most a nyugatnak a, az uralkodó szélsőbalos ideológiája annyira gyenge, hogy még egy ilyen sötét ázsiai diktatúrának az ideológiája is versenyt jelent számára, vagy kihívást lát benne, akkor igen rosszul áll a szénák. Tehát én azt hiszem, hogy amit látunk, az egy ideológiai háború, és ezért akarják kikényszeríteni ezt az uniformizmust ebben a kontextusban. Értelem szerűen Antont megszólítom, hogy megszólítanám, de a, a nézők nem tudják, hogy én mindig látom a egy hatalmas tévé van előttem, és látom a kameraképeket, és ilyenkor mindig látom, hogyha valaki felhúzza a szemöldökét nagyban, és láttam Antonon, hogy hogy Biztos, hogy szeretne reagálni erre a megszólalásra. Nem, ne, alapvetően egyetértek. Tehát most, most, most ne. Ne, nem, gondolkodtam, hogy hol tudnék belekötni, de nem. Érts, hogy ne érts egyet. De nem, nem, teljesen egyetértek abban, hogy tehát szét kellene választani ezt a, ezeket a viziteket, a, a békemissziót attól, hogy mit adott esetleg Magyarországnak, milyen diplomáciai hozadéka van, attól, hogy aztán ténylegesen milyen, milyen eredménye lehet. Szerintem két külön dologról beszélünk. Hogyha az elsőt nézzük, a diplomáció hozadék, teljesen egyetértek Robival, ez szerintem egy hatalmas siker a magyar diplomácia számára. Hát gondoljunk bele abba, hogy az elmúlt egy-másfél hétben nem csak a magyar sajtó, hanem a nemzetközi sajtó, most függetlenül attól, hogy ki belekölt, ki egyetért, de hogy ezekkel az utakkal foglalkozik, hogy mit csinált Orbán Viktor Moszkvában, hogy aztán mit csinált Pekingben. Ugye ne felejtjük el egyébként még ezek mellett, hogy a NATO csúcs keretei során volt egy két oldalú találkozó a török elnökkel is, Erdoánnal. Ez is ugye ennek a, ennek, a, ennek a diplomáciai sornak a része volt. Tehát diplomáciai téren azt gondolom, hogy ez egy hatalmas, óriási siker. Egy, egy kicsi, 10 milliós ország számára egy-másfél hét alatt egy ekkora diplomáciai menetet véghez vinni, valóban fogadták a magyar miniszterelnököt. Ez, ez hát a magyar történelme szinte, vagy példa nélküli, azt gondolom. Aztán, hogyha beszélünk külön az eredményekről, az megint egy, egy másik kérdés, hogy, hogy mit akart vajon elérni a magyar miniszterelnök, hogy mi lesz a, a vége ennek. Hogy mit akart elérni, hát valószínűleg részben már elérte az egyik dolgot, hogy itt ezzel párhuzamosan európai szintéren is ment egy ilyen diplomáciai harc. A Patrióták Európáért nevű ugye, frakció megalakulása, megalakulása miatt, és miközben múlt héten még csak 4-5 ország csatlakozott a ehhez a, a, frakcióhoz. Most hétfőn bejelentették a, véglegesen a létrehozását, akkor a 13 ország csatlakozott, és így ez harma, er, az Európai Parlament harmadik legnagyobb erejévé vált. Azt gondolom, hogy ez nem független ettől a diplomáció úttó, amit a magyar miniszterelnök az elmúlt másfél hétben megtett. Tehát volt egy ilyen része is, ami pedig a, a béke lehetőségeit illeti, az azt gondolom, hogy megint egy másik kérdés önmagában közvetítő szereppel nem lehet, nem lehet békét elérni, ahhoz, ahhoz többfélnek, a, tehát a harcoló feleknek az akarata szükséges, és azt gondolom, hogy a moszkvai ö, ö, találkozón egyértelművé vált, hogy Vladimir Putyin a békét csak is orosz ultimátum alapján gondolja, nincs kompromisszumkészség, sőt, ami talán egy picit uh, még inkább világossá vált, hogy a magyar álláspont, uh, amit ugye többször hangoztattuk, hogy előbb uh, legyen, egyöbb, előbb tegyék le a felek a fegyvert, ezért volt fontos egyébként, hogy Moszkvából is elutazon Orbán Viktor, mert ha uh, ugye a kritikusok alapján ezt miért mondta Ukrajnának, mert valóban ha csak Ukrajnának mondja, hogy tegye le a fegyvert, annak nincs értelme, hiszen Ukrajna egy egy, egy áldozat ebben a tekintetben, Oroszország támadta meg Ukrajnát, nem Ukrajna, Oroszországot. De mivel Moszkvába is elment, és ugyanezt elmondta Vladimir Putyinnak is, hogy le kell tenni a fegyvert, és, és egyezkedni kell a feltételekről, ezután Ugye itt nyilvánult meg a, a magyar álláspont, hogy ugye az ukrán álláspont az, hogy előbb eh, ki kell rakni az oroszokat a 2022 után elfogadott területekről, és utána lehet egyezkedni a részletekről. A magyar álláspont, hogy előbb tegyék le a, a fegyvert, a felek, és utána eh, tárgyaljanak. Minden esetre Moszkvában bebizonyosodott, hogy Putyin nem ért egy, sem Zelenszki, sem Putyin nem ért egyet ezzel a javaslatta. Vladimir Putyin azt mondta, hogy addig, amíg Ukrajna nem megy bele az orosz ultimátumba, addig nem lehet szó semmiféle, semmiféle fegyverszünetről, vagy semmiféle harcok megállásáról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta megoldási kísérlet, az, az félre lesz Putyin át a, az asztalról. Tehát diplomációlag összegezve, diplomációlag szerintem egy, egy nagy siker. Európai téren egy nagy siker segített a a, ehhez az új frakció, ennek az új frakciónak a létrehozásához. Vizibilitás, láthatóságot adott a magyar diplomáciának, ami pedig a békét illeti, itt, itt, inkább pessimistább lennék, tehát nem, nem látom, hogy, hogy, ezen a téren. Ma legalábbis látjuk pontosan, hogy Lanymir Putyin is mit gondol, nem, nem, nem igazán hajlandó semmiféle kompromisszumra. Anton, persze, lista... Még egy rövid gondolatot. Igen. Igen. Csak azt, azt szeretem volna, föl, volna föltenni még egy költői kérdést, hogy mi, 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 mi rossz, mi rossz ebbe a kezdeményezésbe. Tehát föltevődik a kérdés, hogy mi az eszköz és mi a cél. Ha a cél az európai béke megteremtése, vagy Ukrajna megmentése, vagy másképp mondjuk a dolgot, és a háború csupán eszköz, akkor miért ne lehetne az egyik eszköz mellett egy másik eszközt is alkalmazni. Az egyetlen konstelláció, amiben ez nagyon zavaró lehet a magyar miniszterelnöknek a, a diplomáciai cunamia, az abban az esetben, ha valaki számára a háború nem eszköz, hanem maga a cél és akkor nyilvánvaló, hogy belezavar a levesébe ebben a békekezdeményezéssel. Tehát én azt hiszem, hogy akik, 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 nagyon haragszanak ezért a dologért, valószínűleg azért haragszanak, mert a háború nem egy eszköz számukra, Ukrajna megmentésére, hanem a háború maga a cél, és csak Ukrajna csupán egy eszköz. Anton pessimista volt, mert azt mondta, hogy nem látja ennek a célnak a beteljesedését. Nekem egy időbeliségi kérdésem lenne hozzátok. Ez pedig az, hogy az egyértelmű, meg látható, ezt a Magyar el is mondta, hogy ez egy ilyen igényfelmérő vagy körút, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy a kereteket megvizsgálja, hogy mik a keretei ennek a történetnek. De időbeliségében, ti hogy látjátok, hogy ez kifuthat uh, oda, és uh, nyilván itt már az amerikai választás utáni időszak a horizont, hogy uh, ezek az erőfeszítések gyakorlatban is beérnek, tehát nem csak e beszélgetések folynak, hanem a, azok, a, azok az információk, amiket Orbán Viktor, felszívott ezeken a találkozókon, azok elkezdenek átszivárogni egyfajta béketárgyalásba, vagy első körben fegyverszüneti tárgyalásba? Kérdezem én? Igen. <laughs> Ke kezdem én, jó? Én azt gondolom, hogy addig, amíg a felek azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik, addig, addig nem lehet szó kompromisszumos megoldásról de könnyen lehet, hogy 2025, tehát jövő év lesz az az év, amikor, amikor mégis közelednek az álláspontok. Ennek két objektív oka van. Az egyik, hogy az oroszok felismerik, hogy a legkedvezőbb konstelláció ellenére is, hogy az idei év a lehető legkedvezőbb Lehetőséget adott az oroszoknak. Ugye fogyóban volt Ukrajnában a, a, a lőszer, ez most már nem így van, fogyóban voltak a légvédelmi eszközök, politikai döntések hiánya volt jellemző nyugatra, választások sora ment végig a nyugaton. Azt gondolom, hogy ezekről a, az okokról már az elmúlt adásokban, vagy korábbi adásokban is beszéltünk. Tehát ez, ez a lehető legkedvezőbb konstelláció volt az orosz az orosz vezetés számára. Hogyha ebben a konstellációban sem sikerül a katonai nyomást eredményekre váltani, akkor az oroszok helyében komolyan, miközben fennáll a Ukrajna nyugati támogatása, akkor az, az oroszok helyében komolyan el kellene gondolkodni azon, hogy van-e értelme, van-e perspektívája a háború további megvívásának, hiszen onnantól kezdve ilyen kedvező pillanatok egyre kevésbé lesznek, vagy lehet, hogy csak ez a fajta időablak csak évekkel később fog jelentkezni. Ukrajna esetében pedig um, ugyancsak, hogyha, hogyha sikerül visszatolni az oroszokat, tehát sikerül kivédeni az orosz uh, nyomást, hogyha uh, és hogyha úgy látják, hogy egyébként a nemzetközi helyzet nem feltétlenül hosszú távon, nem feltétlenül neki kedvez, arra gondolok, hogy mondjuk lesz egy nyugati kifáradás, és egyre inkább érkeznek olyan politikai jelzések is, hogy jó lenne kompromisszumot kötni, akkor azt gondolom, hogy Ukrajna is jövő évben valamiféle kompromisszum irányában indulhat el. Nyilván a kompromisszum az nem az orosz ultimátumnak az elfogadását jelenti, az egy ultimátum, az egy győztes, győztes feltétele a vesztesek irányába. Tehát mondjuk kompromisszumos megoldás lehet az, hogy most csak ötletelek, Krím és Donbass orosz kézen, Ukrajna visszakapja a többi területét és garancia, biztonsági garanciákat kap nyugati országoktól, hogy megvédik katonai lagamennyiben, mondjuk egy katonai kontingens elhelyezésével megvédik Ukrajnát a, a jövőben az esetleges orosz támadástól. <tosz> Tehát ilyen, ilyen megoldásokban lehet gondolkodni, az ultimátum az nem megoldás. Ultimátum csak akkor lehet megoldás, hogyha Hogyha az oroszok mondjuk győzelem rának, vagy az ukránok győzelem rának, de jelen esetben egyik sem áll fenn, és egyikre sincs komoly esély. Robert, az időbeliséget te hogy látod? Nem, én teljesen másképp látom az időbeliséget. Én néhány dolgot szeretnék evel kapcsolatban megjegyezni. Ha, előző, ha van egy döntési csomópont mondjuk úgy, az, akkor az amerikai elnök választások. Tehát ott az egy komoly vízválasztó lehet avval kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok mekkora figyelmet fog szentelni Ukrajnának. Én egy percig nem gondolom, hogy egy Trump adminisztráció teljesen kihátrálna Ukrajna mögül, de nyilvánvaló, hogy a másképp fogják súlyozni a különböző érdekeit az Egyesült Államoknak. Tehát inkább ott látok egy ilyen, egy ilyen mérföldkövet, és ami pedig az oroszok időpercepcióját illeti, én nem látom semmilyen sietséget az orosz akciókban 2024-ben. Tehát én nem, nem láttam semmit, ami azt arra mutatott volna, hogy az oroszok ezt úgy, úgy próbálják megélni, mint egy, mint egy alkalmat, amit ki kell használni. Szerintem te, ez nem illik bele abba a képbe, amit én már elég hosszú ideje kialakítottam magamnak az orosz stratégiával kapcsolatban, hogy hogyan gondolják megérni ezt a háborút. Én azt hiszem, hogy a háború elején az oroszok megértették, hogy ezekkel a nagy áttörésekkel és a, a, döntések kierőszakolásával nem lesz, ezt nem, 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 tud, nem, képesek elérni, és én azt hiszem, az ukránok is megértették ezt 2023 nyarán. Tehát ez a, van, egy ilyen, van egy ilyen kényelmes nyugati narratív, ezt minden évben halljuk, hogy mikor Ukrajnának nincsenek sikerei, akkor azt mondják, hű, de mekkora kudarcot vallott az orosz az orosz támadást. Én nem láttam semmilyen orosz stratégiai szintű tudomént, kezdeményezést arra, hogy hogy a háborút most egy döntést sikarjanak ki ebben a háborúban. A háború folytatódik, és én azt hiszem, hogy a, a mérföldkő az ott lesz valamikor novemberben és majd utána még egy mérföldkő januárban, amikor az új elnök elfoglalja a hivatalát, de, de az oroszok szerintem sokkal hosszabb perspektívákban gondolkodnak, és azt is látjuk, hogy Iránban építik a, azokat a hadi üzemeket, amik, amik ezt az orosz hadigépezetet ki fogják szolgálni, és az ember nem épít, nem épít üzemeket arra, hogy hogyha esetleg egy fél év múlva lezárják ezt a háborút. A, Kezdjük el akkor? Na, akkor itt van egy, egy vita lehetőség. Akkor ak ak jó, oké. Okay. <laughs> Bocsánat, nem, e, valóban e, e, ezen a téren egyébként több, többször is vitáztunk, én azt gondolom, hogy ha kitart a nyugat Ukrajna mellett, és előző, meg talán az előtti adásban is, meg korábban is mondtam, az idő, azt gondolom, nem tud Oroszországra dolgozni, amennyiben a nyugati, politikai akarat megvan, hiszen Oroszország nem képes versenyezni, és ez bebizonyosodott a hidegháború során is, nem képes versenyezni azzal a gazdasági és katonai erővel, amit egyébként a nyugat képvisel vele szemben. Hiába kap, nem tudom, lőszereket Észak-Koreától, vagy hiába épülnek esetlegesen védelmi kapacitások Iránban, ez semmilyen formában nem képes helyettesíteni, vagy kiváltani, vagy, vagy versenyre kelni azzal a nyugati katonai potenciállal, ami, amit Ukrajna szövetségesei képviselnek. És azok a lépések, amelyek az elmúlt egy évben történtek ezen a téren, már a nyugati téren, nyugati térfélen, egyre inkább azt bizonyítják, azt gondolom, hogy nyugat hosszú távban gondolkodik, és nem, nem fogja elengedni Ukrajna kezét. miközben, ez, ez látható egyébként az orosz propagandán is, az orosz információs hadviselésen, az első évben, az első egy-másfél évben nagyon sokáig ment az a narratíva, ez az oroszok által kitalált és terjesztett narratíva, hogy a nyugat az utolsó ukránik harcó, emlékezzünk vissza erre, visszaköszönt minden második oldalon, hogy majd a, a csúnya nyugat az ukránokkal uh, ukránokat kihasználva uh, harcol az oroszokkal szemben, és egy, uh, egy, egy megfelelő pillanatban el fogják árulni az ukránokat, kihátrálnak mögöttük, most már nem égetnek el több pénzt Ukrajnára, stb. stb. Miközben ugye azt látjuk, hogy az Európai Unió Idén, februárban egy négy éves támogatást adott Ukrajnának, tehát egy négy éves perspektívát adott. Ugye 50 milliárd euróról van szó, ami egy komoly összeg. Az Egyesült Államok ígéretet adott, hogy ugye minden évben, hát persze amerikai adminisztráció, elnöki adminisztráció változásával az változhat, de ígéretek megvannak, és a, a, abba a csomagba, amiről az amerikai kongresszus márciusban vagy áprilisban szavazott, ugye 61 milliárd dolláros csomagba, abban olyan konkrét kitételek kerültek bele, amit a republikánusok is és a demokraták is elfogadták, hogy Ukrajnának győzni kell, hogy ki kell dolgozni a tervet az Egyesült Államok segítségével, hogyan tudja Ukrajna, Ukrajna területén legyőzni Oroszországot, milyen lépéseket kell hozzá megtenni, milyen védelmi kapacitásokat kell kiépíteni, stb. stb. és most pedig majd erről fogunk külön feltételezem beszélni a NATO csúcson, most pedig megint csak megszavazták egy újabb egy újabb támogatási keretet, hogy a NATO országok a következő évben 40 milliárd dollárral fogják támogatni Ukrajnát. Ezek mind olyan lépések, amelyek azt mutatják, hogy a nyugat hajlandó és képes is, mert a gazdasági lehetőségei engedik hogy Ukrajna mögött hosszú távon ott legyen, és támogassa Ukrajnát. Tehát, hogyha volt, volt is olyan számítása az oroszoknak, hogy az idő nekik fog dolgozni, és a nyugat lehet, hogy Putyin őszintén hittebben, hogy fokozatosan a nyugat kihátrá Ukrajna mögül. Nem ez történik, hanem itt olyan hosszú távú vállalások vannak megszületőben az elmúlt egy év során, amelyek azt mutatják, hogy a nyugat sokáig hajlandó beszállni ebbe a konfliktusba. Ugye most létrejön a NATO csúcson, bejelentették, egy egy olyan szerv, amely koordinálni és támogatni fogja az ukrán katonák kiképzését, a fegyvereknek a, a, az ellátását, karbantartását, stb. stb. Ez is egy hosszú távú vállalás, amit, amit a NATO tett Ukrajna támogatására. Amit pedig az orosz terveket illeti, azt gondolom, ugye Robi azt mondta, hogy nem voltak ilyen globális tervek, nem volt stratégiai vereség, valóban nem volt, de azt a hárkévi támadást azt egyáltalán nem hagynám ki a képletből, ugye Oroszország egy új frontot nyitott, és az nem, ugye május elején, az nem olyan egyszerűen működik, hogy gondol egyet, és és egy új frontot nyit, hanem ez ugye teljes logisztikai átcsoportosítással jár, ki kell építeni ennek a megfelelő hátterét, ezt Oroszország heteken keresztül előkészítette, megtette, voltak terveik az a Harkivi támadással, nem Harkivnak a bevétele volt a terv, hanem Kupánszk irányába akarták volna bekeríteni az ukrán erőket, 6 kilométerre Jutottak el az ukrán határtól, és ez a támadás megrekedt. És a támadás elején az orosz miobloggerek bloggerek arról írtak, még az orosz katonai bloggerek, katonai tudósítók, hát hagyományosan, miközben az orosz katonai vezetés hogy nem kommunikál, az orosz katonai bloggerekre hárult az elmúlt két és fél évben az a feladat, hogy értelmezzék az orosz katonai döntéseket és perspektívába helyezzék. Nos, ők heteken keresztül mondták, hogy Harkivi front megnyitása az csak a kezdet, és majd esetleg Szumit térségében, ugye Harkivtól északnyugatra, majd várható egy újabb front megnyitása, a, és az oroszok majd annyira szét fogják húzni a frontot, hogy nehéz helyzetbe hozzák az ukránokat. Egyelőre erről nincs szó, tehát az az orosz harkívű offenzíva megakadása, az, az keresztül húzta az orosz katonai terveket. Azt gondolom, hogy az, ez, ez egyértelmű, hogy volt egy stratégiai terv, de az kudarccal járt. Robert? én úgy gondolom, hogy ha megvizsgáljuk a nyugati fegyvereknek a sikereit mondjuk úgy az utóbbi évtizedekben, akkor azt látjuk, hogy a nyugat szinte minden olyan háborúját elvesztette, ahol nyomasztó haditechnikai és pénzügyi fölényben volt. Tehát itt gondolok Főleg ezekre a kisebb háborúkra, a hosszú, hosszú és kis háborúkra mondjuk a különböző közel-keleti hadszíntereken, ahol, eh, ahol homokon állt mondjuk úgy a nyugati hadsereg, ezeket a háborúkat mind elvesztette nyomasztó gazdasági és technológiai eh, fölény ellenére Afganisztánt, Irakot, eh, látunk hasonló próbálkozásokat máshol is az Egyesült Államok részéről, vagy a kollektív nyugat részéről, és ezeket a nyugat elvesztette, és erre mindig erre szoktam föltenni a, a, a költői kérdést mindig, hogy mennyi volt a Vietcongnak az egyfőre első nemzeti jövedelme, vagy a, vagy a, tudom én, vagy a taliboknak mennyi volt az egyfőre első nemzeti jövedelme. Hát ez csak az egyik mércéje a dolgoknak, és ebből nem lehet következtetni semmit. Arról nem is beszélve, hogy ez a nyomasztó technológiai és gazdasági, vagy materiális fölé a nyugatnak egyszerűen nem érvényesül. Ukrajnában. Tehát, hogy más nem említsek, az Egyesült Államoknak van 970 vagy ezer körüli eh, paladin önjáró lövege. Hányat adtak át belőle Ukrajnának? 10 12 -t? Tehát egy, egyszerűen nem érvényesül ez az előny, és eh, eh, én, én, én nem, nem hivatkoznék erre a dologra, mert látjuk azt, hogy az Egyesült Államok nem, bocsánat, az Oroszország nem a NATO, nem a Kollektív Nyugat ellen harcol, a Ukrajna ellen harcol, és egy olyan ország ellen, ami kap bizonyos támogatást a nyugattól. Bizonyos támogatást, igen-igen korlátozott támogatást. Ez az egyik dolog. A másik dolog, épp ma reggel nézte meg a Russia Matters, amelyik egy egyértelműen nyugati és egyértelműen nyugati perspektívát propagáló termék, és, vagy, vagy, kiadvány, és ők összefoglalták a háború veszteségeit, és azt látjuk, hogy a veszteségek nagyjából ugyanabban a súlycsoportban vannak. Oroszországgal kapcsolatban 200 ezer halottról, fogolyról, eltűntről, sebesültről beszélnek. Ukrajna esetében, csak ennyi, annyit említenek meg, hogy 130 ezer plusz hogy mennyi plusz, azt nem tudjuk, plusz azt is tudjuk, hogy Ukrajna lakosságának egy igen jelentős része 20, az egy negyede körülbelül menekülté vált. Tehát én azt hiszem, hogy demográfiailag Ukrajna ezt a háborút iszonyatosan iszonyatos hátrányjal vívja, és hogyha ezt a trendet kivetítjük az időben, akkor minden lehet mondani, csak azt nem, hogy az, idő az ukránok javá, malmára hajtja a vizet. Tehát a demográfiai trend egyértelműen, egyértelműen azt mutatja, hogy olyan veszteségeket, amiket Oroszország fön tud tartani, Ukrajna nem bír tartani. És a harmadik dolog, amit szerettem volna megjegyezni, Michael Kaufman, Rob Lee és a, a négy, négy testű újra, újra ellátogatott Ukrajnába, és egy igen komoly eh, eh, cikk sorozatot kezdtek el publikálni aval kapcsolatban, amit ott láttak, és gyakorlatilag azt szűrődik le belőle, hogy Ukrajnának nem sikerült a, a 61 milliárd dolláros támogatás ellenére sem megoldani ezt a három nagy problémát, se a hadianyag problémáját nem sikerült megoldani, se a demográfiai problémát nem sikerült megoldani, se az erődítmények problémáját nem sikerült megoldani. Amit látunk, hogy ezek enyhítettek, a problémákon, de amit ez a négy nyugati szakértő jelent, azt jelentik, hogy gyakorlatilag ezeket a problémákat nem sikerült megoldani, és hogyha 61 milliárddal nem sikerült, akkor nem, gond, nem, ért, nem tudom, hogy miért gondoljuk azt, hogy évi 40 milliárddal majd valahogy sikerülni fog. Tehát én szerintem továbbra is egyértelműen az idő az Oroszország malmára hajtja a vizet, főleg demográfiailag, de, de amiatt a hadianyagot illeti, a hadianyag terén is. Itt egy pillanatra meg kell, hogy... Bocsánat, én azt gondolom, hogy sikerült. Bocsánat, tudom, hogy tovább akarsz venni a napi nem fogunk beleférni az időbe, igen, és nagyon sok állomásunk van, de... Csak annyi, hogy azt gondolom, hogy sikerült. Igen, egy percbe. Azt gondolom, hogy látványosan javultak Ukrajna... Lehetősége és képességei, amióta az Egyesült Államok Kongresszusa megszavazta ezt a 61 milliárdos csomagot. Azt is láthattunk, hogy mi történik akkor, hogyha Ukrajna fél éven keresztül nem kap amerikai támogatást. Tehát miközben az európai támogatások nőttek, valódi katonai segítséget, katonai eszközöket az Egyesült Államok képes Ukrajnának szállítani, és annak hiánya igen komoly problémákat okozott az ukrán fronton. Nem véletlen, hogy az ukrán kritikus infrastruktúrával szembeni orosz rakétatámadások lényegében nem voltak a téli időszakban, a fűtőszezonban, és márciustól indultak, akkor, amikor Ukrajnában érezhetővé váltak a problémák a légvédelmi rakéták terén, és, és be is találtak ezek, a, ezek az orosz támadások, és nem véletlen, hogy Oroszország akkor tudott komoly sikereket elérni a fronton, amikor ez az amerikai támogatás nem érkezett meg, Besz, nem tudom, említhetjük az a Zavgyívkának a végleges elfoglalását, az Ocseretinói orosz áttörést, ezek mind problémát, stratégiai szintű problémákat jelentettek a, az ukránoknak a, tavaszi időszak folyamán, és ezek a problémák lényegében ö, ö, megoldásra kerültek az amerikai támogatás óta. Tehát most nem, be, nem beszélhetünk orosz áttörésekről, nem beszélhetünk orosz katonai eredményekről. Ez a 5-6 kilométeres sáv, amit az oroszok el tudtak foglalni Harkiv határánál, Hárkivi terület határánál, ez az orosz eredmény az elmúlt három, két és fél hónapból. Tehát azt gondolom, hogy igenis, igenis tudott segíteni, és megoldotta az ukránok problémáját ez a támogatás. És most pedig ugye a NATO csúcsom azt is bejelentették a Dánia, és talán Hollandia, hogy a következő hetekben megérkeznek az F-16-os gépek is Ukrajnába, ami ugye további... Nyilván ez sem csoda tehát senki nem gondol erre így, de biztos, hogy segíteni fognak Ukrajnának ezek az eszközök. Na itt egy, akkor gátat szabok a vitának, különben kifutunk az időből, mert hogy szeretném, hogy beszélgessünk picit állomásonként is, és akkor tényleg röviden erről a körútról akit érdekel a nézőink, hallgatóink között, a múlt heti adást javasoljuk, ott részletesen kiveséztük, hogy mi történt Kievben, és hogy hogy értékeljük a kievi látogatást. Nem tudom, hogy nektek van-e most azóta valamilyen hozzá szólásotok, vagy amit hozzá tennétek a múlt hetihez, vagy mehetünk egyből a Moszkvára, én az utóbbi irányába mozdulnék, de hogyha ha van valami újdonság, ami Kievvel még nincs, nem, látom az arcatokon, oké, okay. Ak akkor menjünk Moszkvára. Uh, ott uh, azért jóval kevesebb információ látott talán a világot arról, hogy, uh, hogy mi is történt, mi is hangzott el. Uh, láttam egy rövid videót, uh, amin a felek beszélgettek, kifejezték nyilván a, a, az álláspontjukat. Ti hogy látjátok, hogy mi, mi, történt Moszkvában? Milyen volt Orbán Viktornak és Vladimir Putyinnak ez a mostani találkozója? Robert, azt hiszem, te szólaltál meg. Ja, túljára, okay. igen. Én azt hiszem, hogy három, három síkon kell, kell ezeket a dolgokat vizsgálni. Az első sík ez a hivatalos kommunikáció. Tehát, amikor van, van egy ilyen találkozó, a végén van egy közös sajtóértekezlet, vagy egy közös nyilatkozatot adnak ki, tehát ez a nyilvános kommunikáció. A következő szint, amire érdemes odafigyelni, az a titkos kommunikáció. Tehát esetleg olyan üzenetek, amiket bizalmasan ad át az orosz elnök, a magyar miniszterelnöknek, miniszterelnöknek hogy ezeket majd átadja valaki másnak ez lehet Zelenszki, lehet egy nyugati politikus, tehát olyanokkal szembe nyitnak, nyílik egy csatorna, tulajdonképpen egy kommunikációs csatorna, akikkel nincs nyilvános kommunikáció. Tehát én azt hiszem, hogy ez a következő szint. És a harmadik szint, amire érdemes odafigyelni, az, ami a sorok között olvasható. Tehát itt a magyar miniszterelnöknek a, a szubjektív benyomásairól van szó, hogy milyennek tűnt a, az orosz elnök a találkozás során. Milyen, milyen volt a hangulata, milyen, volt, milyen, milyen érzést adott, hogy, hogy optimistan, optimistan tekint előre erre a háborúra, van-e benne eltökéltség, vagy, vagy pont ellenkezőleg. Tehát én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos dolgok, azok a dolgok, amik, amik nincsenek, amik nem lettek kimondva, de úgy érezhetőek a levegőben, ezek pont olyan fontos részei a kommunikációnak, mint a nyílt vagy a titkos kommunikáció. És ezt, ezt el lehet mondani minden ilyen találkozóra, és én azt hiszem, hogy nem, nem, egy hatalmas hátrány az, hogy nem tudunk mindent, ami ezeken a beszélgetéseken lezajlik, mert pont ez az, ami lehetővé teszi, hogy különböző ötleteket, különböző lehetőségeket próbáljanak ki, és hogyha egy milliméterrel közelebb kerültünk egy, egy, egy békés rendezéséhez ennek a háborúnak, akkor, akkor, akkor már megérte. Anton, hogy látod a moszkvai vizitet? Hát igen, ugye volt egy két órás beszélgetés, Négy szemközti beszélgetés, és, és volt egy ha jól viszem, 15 vagy 20 perces sajtótájékoztató, ahol túl sok minden nem hangzott el, és még kérdezni sem lehetett az újságírók részéről, tehát nem nem tudtak többet megtudni az újságírók azon túl, amit amit a felekkel akartak mondani. És nekem a találkozó a sajtótájékoztató alapján a magyar miniszterelnök, kicsit ilyen fáradtnak tűnt, hogy úgy tűnt, hogy, hogy talán ő maga is többet várt, vagy többet remélt ettől a találkozótól, és Lanyimir Putyin egészen, tehát a sajtótájékoztató alapján azokat az érveket, azokat a gondolatokat, amelyek esetleg asztalon voltak, azokat félresöpörte, tehát elmondta, hogy nincs más béke rendezési javaslat vagy hozzáállás, csak az, amit ő javasolt, mert neki volt egy javaslat a június közepén az ukrán, ukrán által szervezett svájci békecsúcs előtt, ezt előtte való napon tették közzé, ami nem egy, nem egy békerendezési kísérlet, hanem egy ultimátum. Tehát csak emlékeztetem a minket, nézőket, hallgatókat: hogy abban az ultimátumban az oroszok azt mondták, hogy nem csak az eddig megszállt területeket akarják megtartani a rendezés keretében, hanem ők azokra is igényt tartanak. Tehát Ukrajna önként mondjon le, ennek a négy ukrán területnek az administratív határára, tehát teljesen vonuljon ki az administratív határokból, és ez többek között ugye két ukrán nagyváros, megy a is takarja, Herszont és, és Zaporizsiet, tehát erre, erre, semmilyen, és a leginkább megerősített ukrán katonai központokat, mint Kramatorszkot vagy Szlávánszkot, ugye a dombaszi területeken, aminek az elfoglalása legalább 14-15 év a jelenlegi tempó alapján az oroszoknak. Tehát erre semmilyen realitás, reális esély nincs, legalábbis a közeljövőben úgy tűnik, hogy nincs. De hát Putyi ragaszkodik ehhez, a, ehhez az ultimátumhoz, és azt mondta, hogy nem lehet szó fegyverszünetről, mindaddig, amíg Ukrajna nem teljesíti ezt az orosz ultimátumot, mert hogyha ebbe belemegy, akkor, akkor utána béke lesz. Tehát ilyen szempontból Putyin ezen a találkozón inkább elmondta ezt az ultimátumot, és semmilyen kompromisszum készségre nem mutatkozott. Tehát ilyen szempontból sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sikerről, vagy legalábbis eredményről nem beszélhetünk, de azt is azért el lehet mondani, hogy önmagában Orbán Viktor útja megnyitotta az utat ahhoz, hogy esetleg más európai politikusok is megpróbáljanak kommunikációs csatornákat létesíteni Vladimir Putyinnal, mert eddig, hogy mondjam, a kommunikációs, öö, bocsánat, a, a, reputációs kockázatok, reputációs rizikók öö, elég magasak voltak ezen a téren. Tehát az, aki a háború kirobbanása óta szóba áll Vladimir Putyinnal, az erősen megbélyegzése kerül a, az Európai Unión belül és kívül, ez meg is történt, öö, egészen negatív öö, nyilatkozatok és cikkek születtek a magyar miniszterelnök útjáról. Viszont, hogyha megtörténik már az első ilyen kapcsolatfelvétel, ugye utoljára talán 2022. márciusában vagy áprilisában volt ilyen kísérlet, amikor az osztrák kancellár találkozott Moszkvában, Károly Nehammer találkozott Moszkvában Vladimir Putyina, azóta ilyen kísérlet nem volt és azért, mert egészen komoly reputációs kockázatai vannak, amit az, az, európai vezetők nem, nem akartak volna bevállalni. Tehát minden esetre, ha más nem, akkor ez a vízi többek között lehetőséget adott, hogy a jövőben mondjuk ilyen találkozók jobban megtörténhessenek, hiszen a Orbán Viktor magára vállalta ezeket a, ezeket a reputációs negatív, negatív hozadékait ennek a találkozónak. Aki másodiknak, harmadiknak, negyediknek megy, vagy akár csak telefonál, az már, az már nem, 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 olyan lesz, mint az, aki először megy Moszkvába. Menjünk akkor tovább, és akkor képzeletben mi is el Pekingbe, ugyanis a következő állomása a miniszterelnöknek az Kína volt, és a kínai elnökkel való találkozó aminek azért egy picivel konkrétabb hozadéka talán már volt az eddigiekhez képest, mert hogy a kínai elnök a találkozó után a béketárgyalások elősegítésre szólította fel a nemzetközi közösséget. Hogy látjátok a pekingi állomást? Miért volt fontos a Pekingi állomás? Hiszen ugye azért Kínát mindig szoktuk emlegetni a háborúval összefüggésben, meg a geopolitikai versengéssel összefüggésben, de a, ők nincsenek olyan mélyen involválódva ebbe a konfliktusba, mint mondjuk az amerikaiak az ukránoknak az oldalán. Robert. Úgy gondolom, hogy ha van egy ország a világon az Egyesült Államokon kívül, amely képes befolyást gyakorolni ennek a háborúnak a menetére, az egyértelműen Kína van egy hatalom, amelyik képes befolyást gyakorolni Oroszországra ezen a világon, az elsősorban Kína. Tehát Kína és India is ezek a nagy játékosok, de főleg Kína az a játékos, amelyik komoly befolyást képes gyakorolni Oroszországra, és ilyen szempontból egy, egy, egy nagyon fontos lépés volt. E, e, Útban Washington felé megállni, megállni Pekingben is, és tárgyalni a kínai vezetőkkel erről a háborúval kapcsolatban. És már maga az, hogy született nyilatkozat a találkozó után, ami békére szólít föl, ez, ez azt azt tükrözi, hogy úgy a kínai, mint a magyar vezetés ugyanúgy látja ezeket a dolgokat, és mindenképpen egy pozitív, mindenképpen egy pozitív fejleményként kell értékelni ezt a dolgot, még akkor is, hogyha a kínai béketerv teljesen más, mint hogy a nyugat képzeli a háború lezárását, de már, de már, már maga az, hogy egy ekkora ország nem arról beszél, hogy, hogy, ezt a háborút tűzzel folytatni kell mindenképpen, hanem pont ellenkezőleg békére szólít föl, én azt hiszem, hogy, hogy megerősíti azt a, ezt, ezt, a hangot. És nagyon fontos, hogy legyen egy, egy, ilyen hang is, és nagyon fontos, hogy minél több játékos álljon be, mert emögé a, emögé a hang mögé. Tehát előbb úgy van itt, egy, van itt egy, ilyen, egy ilyen verseny, mondjuk úgy, két, két kórus között, és eddig az egyik kórus nagyon hangosan kiabált, és a másik kórusnak sikerült elnyomni a hangját, és fontos, hogy a másik fél is meghallgattasson, mert itt tulajdonképpen miről van szó? Itt arról van szó, hogy mind a két kórus egyfajta laboratórium a különböző ötleteknek, hogy hogyan lehet ezt a háborút úgy lezárni, hogy egy tartós béke kövesse. És eddig csak az egyik az egyik laboratórium működött, az egyik laboratórium publikálta a kutatási eredményeit. Ezt küldtünk Ukrajnába, azt küldtünk, F-16-ost, Atakemest, stb., Heimarszokat, lássuk, mire jutunk vele, túl, túl sokra nem jutottunk vele. Most érdemes egy párhuzamos erőfeszítést is tenni, megpróbálni keresni más utakat is. Én azt se tartom kizártnak, hogy a két, a két tudom én, a két kórusnak a kánonja fogja elhozni a háborúnak a, a lezárását. Tehát e, már maga az, hogy van még egy hang a világon is, egy ilyen, ilyen fontos hangszerrel bővült ez a zenekar, ez, ez, ez egy igen fontos, dolog, igen fontos dolognak tartom. Igen, de alapvetően egyetértek Robival. Kína egy olyan játékos, amely kulcsfontosságú lehet a háború megoldásában, és talán ennél többet mondok, hogyha Vladimir Putyin a moszkvai találkozón kifejezte a, a véleményét arra, hogy ez a háború csak is kizárólagos orosz ultimátummal érhet véget, akkor, akkor talán egy, egy jó megoldási lehetőség, vagy megoldási kísérlet lehet, hogy kicsit megkerüljük az oroszokat, és egyre inkább próbáljuk Kínát bevonni ebbe a képletbe, hiszen Kína lehet az az ország, amely valóban képes nyomást gyakorolni Oroszországra, és képes Vladimir Putin meggyőzni arról, hogy ideje, ideje valamilyen kompromisszumot kötni, ideje békét kötni, hiszen Kínának valóban megvannak azok a, azok a lehetőségek gazdasági téren, politikai téren, hogy Kínával Oroszországnak számolnia kell. Hiszen ha nyugati kapcsolatok elvágása után Kínával is megromlik a kapcsolat, akkor ezt, 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 ezt a fajta kockázatot nem vállalhatja Oroszország. Tehát azt gondolom, hogy a kezdetektől is egy nagyon fontos szempont lett volna, hogy Kínát minél inkább próbáljuk bevonni ebbe a folyamatba. Az ukránok próbálkoztak is ezzel egyébként, tehát a Kínának kiemelt szerep jutott volna, csak aztán Kína nem, nem ment el a békecsúcsra, és ö, sőt, ugye a, annak a békecsúcsnak a programját is annyira lecsupaszították, hogy elfogadható legyen Kína számára, de aztán még így még sem sikerült, sikerült bevonni. Egy ponton vitatkoznék talán csak a a, béke, a kínai béketervel kapcsolatban. <kül> ugye van ez a kínai béketerv, ami, ami 12 pontból áll, az ukrán az 10 pontból áll. kínai béketerv egy nagyon, nagyon jó, hogy hogy ugye tavaly februárban született, de semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. Tehát ebből, hogyha bárki konfliktust akarna megoldani, akkor elég komoly problémákból fog ütközni, ugyanis a kínai béketerv, hogy mondjam, egy, összefoglalója annak, hogy Kína minden jó mellett van, minden rosszal szemben. De ha ez alapján kellene konfliktus megoldani, akkor, akkor igen, csak nehéz lesz ennek a megoldása. Az ukrán béketervet lehet szeretni, lehet kritizálni. Mondhatjuk azt, hogy az oroszok soha nem fognak belemenni, és, és igazunk lesz, vagy igaza lesz ezeknek a kritikusoknak, mert ott olyan konkrét pontok szerepelnek, csak hogy mondjak néhányat. Orosz csapatok kivonása 2022 előtti határok elé, vagy az orosz katonai bűnöknek a kivizsgálása, a bűnösök megbüntetése, a helyreállítási költségek megfizetése Ukrajna számára a háborút követően. Tehát ilyen jellegű konkrétumok szerepelnek. Most, hogyha megnézzük a kínai béketervet, most pont az előbb el is előszettem a szöveget, akkor olyan pontok szerepelnek benne, mint visszautasítjuk a hidegháborús mentalitást. El kell kezdeni a béketergyalásokat, meg kell oldani a humanitárius válságot. Egy talán egy konkrétum, hogy ők elismerik Ukrajna nemzetközileg elfogadott szuverenitását és nemzetközileg elfogadott területét, és ennek a helyreállítását kell szorgalmazni, mondják a kínaiak is. De egyébként helyre kell állítani a kereskedelmi stabilitást. Tehát ugye ezek, ezek olyan rugalmasan és homályosan megfogalmazott pontok, amelyek tök jó hangzanak. Persze, meg kell oldani a humanitárius válságot. Persze, el kezdeni a béketárgyalásokat. De hogy mondjam, ez, egy, ez, a béketerv inkább egy nyilatkozat, mint egy, mint egy tényleges terv a, a, béke helyreállítására. Ettől függetlenül Kínára nagy szükség van, és Kínát be kell vonni ezekbe a tárgyalásokban, mert ezzel valóban lehet lehetőség a háború megoldására. Akkor érkezünk meg most Washingtonba, a Pekingből és egészen konkrétan a NATO csúcsra, ugyanis Orbán Viktornak a következő állomása az Washington volt, és a NATO csúcs, ami egyrészt a 75. évfordulóját, vagy születési, születésnapját tulajdonképpen ünneplik és ünnepelték a NATO-nak, meg hát ez egy ünnepi év a NATO szempontjából. Másrésztről pedig itt azért Ukrajnával kapcsolatban születtek nyilatkozatok, és kicsit ilyen Adtam is, nem is hoztam, is, nem is ilyen, ilyen, ilyen furcsa dolog történt. Egyrésztről azt az volt a mondás, és a NATO főtitkár ki is fejezte, hogy Ukrajna-NATO csatlakozása az egy egyirányú történet, és hogy nem lehet és nem is kell visszafordulni ebben, itt már el, itt, uh, itt tulajdonképpen elindult, és ez egy magától menő folyamat tovább. Uh, mit gondoltok? magától menő folyamat, megy ez tovább a maga útján, meg hogy látjátok egyáltalán a washingtoni csúcsot? Hát ami a, a nyilatkozatot illeti, hogy ez csak időkérdése, meg előbb-utóbb be fog következni, a kérdés az, hogy mikor. Tehát gyakorlatilag nem mondtak ebben semmi. Nem mond, hát abban a pillanatban, hogy nem ajánlottak egy, egy roadmap-et, egy úti tervet ebben kapcsolatban, etapokkal, pontos idő, mérföldkövekkel az időben, hogy hogyan fog haladni ez a folyamat, ez, ez pontosan semmit nem jelent az, hogy ez valamikor be fog következni. Tehát ez az első gondolat, hogy gyakorlatilag még egy elpufogtatunk egy hatalmas frázist, ami, tudom amit, ami, ami nem lehet 155 mm-es gránátok helyett belenyomni a, 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 a Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ne felejtsük el, hogy ez volt az oroszok szempontjából a háborúnak az egyik kiváltó oka, Ukrajna-NATO csatlakozása. És látjuk azt, hogy minden orosz tűzszüneti vagy rendezési tervvel ez az első dolog, ami szerepel, hogy Ukrajna, Ukrajna demilitarizálni, és Ukrajna nem lehet része semmilyen szövetségnek. Tehát, hogyha ha ez a folyamat folytatódik, akkor evel azt is kimondtuk, hogy a háború is tovább folytatódik. Tehát egy végtelen folyamat Ukrajna bevonására a NATO-ba, az egy végtelen háborút jelent Oroszország és Ukrajna között, mert ez egyetlen dolog, ami ami garantálja azt, hogy Ukrajna nem válik a NATO részébe. Azt, hogy fönnáll egy háborús helyzet Oroszország és Ukrajna között. Tehát ebből gyakorlatilag egy örök háborúra ítéltük el Ukrajnát. És a harmadik dolog, hogyha mégis el, el, akarunk jutni valamilyen rendezéshez, akkor az ukránok lesznek maguk, akik kénytelenek lesznek leállítani ezt a folyamatot, azért, hogy Oroszország, hogy ezt a háborút le tudják zárni Oroszországgal. Tehát, hogyha nem történik be valami nagyon radikális változás a hadiszerencse terén Ukrajna javára, akkor az első, az első engedmény, amit Ukrajnának meg kell tennie, az ez lesz felmondani a NATO csatlakozásról. Tehát a NATO maga részéről mondhatja, hogy kérem, mi nagyon szívesen folytatjuk tovább ezt a ezt a never-ending story ezt a soha véget nem érő történetet, mikor a kutya repül és csapkod a füleivel a levegőbe, tehát ezt lehet, és közben lehet zömögni a zenét, így szépen csendbe, tehát el lehet húzni a végtelenségig, de Ukrajna maga ahhoz, hogy lezárja ezt a háborút, valószínűleg ez lesz az első... É, é, é pénzérme, amivel fizetnie kell egy tűzszünetér Oroszországgal. Tehát én így látom ezt a dolgot, nagyon kevés materiális változást látok abban, amit eddig látunk, kézzelfogható változást látunk abban, ami eddig volt. Én nem látom, hogy milyen, milyen változást hozott volna ez a NATO csúcs az Ukrajnának nyújtott támogatásba. Mindig föl lehet állítani újabb bizottságokat, meg újabb bürokratikus eszközöket, de megint csak azt tudom mondani, hogy a folyamatnak az elején nem, nem építünk még egy gyárat, amelyik tűzérségi gránátokat gyárt, akkor szinte teljesen mellékes, hogy mi, mi, hol fog ülni, és milyen bizottság lesz az, amelyik a papírokat jobbról tologatja. Anton, NATO csúcs, Washington. Igen, tehát volt a, a nagy része, azt gondolom, hogy hogy pozitív, ami ott született, ami Ukránát illeti, ott valóban egyetértek Robival, hogy nem született olyan olyan pont, vagy olyan nyilatkozat, ami, ami az ukránoknak megfelelt volna, ami mondjuk arról árókodott volna, hogy folytatódik ez a fajta integráció. Ezek teljesen üres frázisok. Ukrajna számára, hogy majd folytatódik ez a megkerülhetetlen út a NATO felé, semmilyen konkrét ígéret nincs, semmilyen perspektíva nincs, csak az, hogy egyszer majd, ha lesz rá lehetőség, és Ukrajna készen áll rá, akkor majd csatlakozhat. Tehát ez, ez egy teljesen üres ígéret. Abban talán vitatkoznék a Robi-val, hogy a NATO Oroszország számára nem fenyegetés Ukrajna esetében. Ez abból is látható, hogy Svédországot és Finnországot gond nélkül bevették a NATO-ba. Semmilyen kifogása nem volt az oroszoknak, de még csak nyilatkozatok szintjén sem álltak ki, és mondták, hogy ennyi bennye, mi most nem tudom, bekeményítünk, és a finneknek majd jól pörkölünk, vagy, vagy bármi, nem volt ilyenről szó. A NATO Ukrajnában Oroszország számára nem fenyegetés, hanem akadály. Akadály ahhoz, hogy megvalósítsák a terveiket, Ukrajna megszerzését, Ukrajna orosz érdekszférába való beállítását. Tehát ilyen szempontból nem az orosz területekre jelent a NATO fenyegetést Oroszország szempontjából, hanem az orosz birodalmi szándékokra jelent fenyegetést. Ez egy nagyon fontos különbség. Nem az orosz államiságra, az orosz szuverenitásra, az orosz biztonságra jelent fenyegetést, a NATO orosz percepciója, hanem azokra a tervekre jelent fenyegetést, ami, amelyeknek a megvalósítását az Oroszország az, elmo, Oroszország az elmúlt években megkezdte beleértve, kaukázusi térség reintegrációját, Közép-Ázsia jövőbeli reintegrációját, vagy Ukrajna, Belarus esetlegesen Moldova integrációját, azok a, azoknak a posztovjetnak, azoknak a volt szovjet köztársaságoknak a, a reintegrációját az orosz projektbe, a, 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 amin Oroszország az elmúlt 20 évben dolgozik, és ebben jelent a NATO akadályt. Oroszország számára, és igen, mindent meg fognak tenni, hogy ezeket az akadályokat elhárítsák, ez, ez, ez tény. Ami a NATO-t illeti, a NATO többi, tehát a NATO csúcson megszületett többi dolgot illeti, ott azt gondolom, hogy igen konkrét és egészen erős nyilatkozatok születtek, ugye már ismerjük a a NATO csúcs végleges nyilatkozatát, szövegét, amit mind a 32 ország aláírt, és ott nagyon erős kielentések vannak Oroszországgal és Kínával szemben. Oroszországot nevezi meg a NATO a fennállása óta az egyik leg legnagyobb fenyegetésnek, ami ami jellemzi. És Kínát ugyancsak ebbe a kategóriába, nem ennyire erősen, de hasonló kategóriába teszi, hogy Kína is a NATO-val szemben dolgozik, és Oroszországgal partnerkedik, és Kínát ezen, a, ezen az úton meg kell állítani. Ukrajnának pedig egészen konkrét, tehát a bár perspektívát nem adtak az ukránoknak, de egészen konkrét támogatást igen. Ugye megszületett egy olyan szerv, ez az... A rövidítést az N-SATU, úgynevezett N-SATU szerv, amely innentől kezdve a NATO segítség koordinálását fogja végezni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverek logisztikáját, karbantartását, stb. Ugye megítéltek egy 40 milliárd dolláros támogatást Ukrajnának a NATO tagországok részéről a jövő évben, és születtek olyan konkrét megállapodások, olyan lépések, amelyek a NATO keleti szárnyának a megerősítését célozzák, és egyébként a megfogalmazás is úgy áll abban a nyilatkozatban, hogy a NATO az elmúlt években az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai uh, ilyen fejlesztéseit hajtotta végre, katonai bűvítését és fejlesztéseit hajtotta végre, ami ugye sokkal erősebbé teszi a nato Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos uh, csúcsértekezlet volt, és a nyilatkozat pedig uh, egészen, uh, uh, egészen konkrét és erős mondatokat tartalmaz. Szeretném még érinteni és, és a tehát, Trump... Oké, okay. jó. Idő, Időt elengedtem, szerintem ez egy extra hosszú műsor lesz, de... Nem szerintem engedd el nyugodtan. Me, me, menjünk végig. Ti, ti, ráértek, ezt már megbeszéltük. É, én, én, ráérek abszolút. Én is de, ráérek, de... kollégák kint is ráérnek, mert úgy döntöttem, úgyhogy... csak a vita kedvéért, de ezt erősen vitatnám azt, amit Anton mondott. Tehát, hogyha valaki vesz egy ilyen okori romai pajzsot, egy ilyen, egy ilyen bökövel a közepén, és lögdös engem hátra állandóan, és közben azt mondja, hogy én csak védekezek, én csak védekezek, hát látod, nincs nálam támadó fegyver, csak védekezek, és közben t taszigál engem hátra, hát akkor mit mondjak? Nem vagyok benne biztos, hogy ezt védekező gesztusként fognám föl. Tehát ez ami, ez ami a, a NATO illeti, tehát hogyha megvizsgáljuk, hogy hol volt a NATO ezelőtt néhány évtizeddel a Fuldai Hágolnál Németország közepén, most pedig ott tudom én, ott van a, ott van a Dnieper, a Dnieper van de facto a NATO Dnieper magasságában, tehát azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy melyik volt az a hatalom, amelyik meg akarta változtatni a status quo Európában. Ez az egyik dolog. Mindez nem vont le abból, és ebben teljesen egyetértek Antonnal, hogy Oroszország pontosan ilyen ambíciói vannak csak a másik irányba, és teljesen egyértelmű, hogy, hogy a NATO terjeszkedés egy, egy akadályt jelent Oroszországnak. De ugyanakkor nem csak egy akadályt jelent, hanem egy fenyegetést is. Tehát ezek a dolgok, ezek egyszerre jelentenek támadást is, és egyszerre jelentenek védekező eszközöket is. Úgy próbálni beállítani a nyugati szövetséget, hogy hogy, ez tisztára csak egy védelmi szövetség, miközben a pajzsát előre tolva, előre haladt néhány évtized az Európa közepétől Kelet-Európa széléig, szerintem erre, erre, csak, csak bizonyos magyar elemző képesek ezt, ezt komoly pofával állítani. Tehát ezt, hogy belenézni a kamerába, és ezt hogy elmondani komoly pofával, csak nem, nem, minden magyar elemző képes erre. Tehát szerintem vigyázni kell. És ilyen szempontból én, 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 teljes szimetriát látok Oroszország és a NATO között, hogy semmi különbséget nem látok, és úgy viselkednek, mint ahogy minden hatalom viselkedett a, a, a világtörténelem folyamán. Ez az egyik dolog. Szerintem a másik dolog, amit szeretnék megjegyezni, hogy a valóban fontos dolog, ami ezen a NATO csúcson történt, annak semmi köze nincs Ukrajnához, hanem annál, annál több köze van Kínához. És amit látunk, hogy egyre inkább kialakulóban van egy távolkeleti keleti NATO is. A, ott van az AUKUS, ott van a QUAD, és egyre inkább látjuk azokat az erőfeszítéseket, hogy ezt az idézőjelbetett, embryonikus formában lé, é, é, jelenlevő távolkeleti keleti nato összekapcsolják az Atlanti NATO-val. Tehát a, a, a Csendes-óceáni NATO-t, a jövendőbeli nato Összekapcsolják a már meglévő Atlanti NATO-val, és ez többé-kevésbé olyan helyzetbe helyezik Kínát, amilyen helyzetben Oroszország volt. Tehát Oroszorsz Kína most úgy érzi magát, 2008, mint ahogy Oroszország érezte magát 2008-ban. Ez a NATO találkozó a 2008-as bukaresti csúcs pillanata Kínának. Itt kezdődik el Kínának a, a fokozatos tolása, és az az érzés, hogy, hogy Kínát egyre inkább megpróbálja bekeríteni ez a nyugati szövetség, és ha Anton azt fogja mondani, de hát Kína pont az ellenkező irányba halad, és megpróbálja áttörni ezt a három szigetláncot, és megpróbál kitörni az ellenkező irányba, akkor teljesen egyet fogok érteni Antonnal, mert így működnek a nagy birodalmak. Ez amióta a világ és két nap a birodalmak így működnek. Szerintem, hogyha rá kell mutatni újjal, hogy hol volt a nagy változás ezen a, ezen a NATO konferencián, az, az a, a NATO és Kína viszonyában, és e, én, én azt hiszem, hogy olyan dinamikát fogunk látni a következő évtizedben, amit 2008-tól 2022-ig látunk Oroszországgal kapcsolatban. Hadd szóljak egy kicsit még. Bocsánat, Kibá... direkt kivártam, <laughs> igen. <gül> m m m milyen, nézést. robotos lettél, Anton? <laughs> a, a, Na a NATO-ra muszáj, muszáj, reagálnom, bár az utóbbi gondolataival egyetértek Robinnak, ami Kínát illeti, ez kétségtelően egyik legfontosabb része a NATO csúcsnak, és az, ami innentől kezdve a következő években meghatározza a Nyugat és a Kína viszonyát, az többek között ezen a NATO csúcson is indult vagy folytatódott ez a, ez a fajta folyamat, vagy ez a trend. De ami a NATO szerepét illeti Közép- és Kelet-Európában, azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos dologról megfeledkezünk, amikor arról emlékedünk, hogy mennyire terjeszkedett a NATO, mennyire mennyire lögdöste, ahogy Robi kifejezte magát, mennyire lögdöste a lándzsával, vagy a pajzsával Oroszországot. Tehát nagyon fontos dologra elfeledkezünk, hogy a NATO egy, egy katonai szövetség, amely olyan szuverén, független államokat tömöríti, akik önként léptek be ebbe a szövetségbe. Ahogy Magyarország is egy szuverén, független ország, amely 90 években döntés hozott arról, hogy belépünk a NATO-ba. Ezeket nem hogy nem a Római Birodalom központjából, nem, nem az Amerikai Birodalom központjából kényszerítették rá. Senki nem szállta meg ezeket az országokat, és így erővel terjesztette ki a NATO határát, hanem ezek az országok, beleértve ugye Magyarországot, Lengyelországot, a Balti államokat, hogy a Balti államoknak a NATO belépése is kifejezetten fájt az oroszoknak, de ezek az államok, ezekben az államokban a megválasztott, szuverén, demokratikus, a megválasztott kormányok egy demokratikus döntést hoztak arról, hogy ők belépnek a NATO-ba, mert, és ez nagyon fontos, mert számukra Oroszország jelent fenyegetés, nem a nyugat. Tehát ők Oroszországtól félnek, féltek és félnek. Számukra az ő nemzetük, az ő túlélésük szempontjából, mint nemzeti túlélés szempontjából az oroszok fenyegetést jelentenek. Tehát ők hoztak egy olyan döntést, hogy azért lépnek be a NATO-ba, hogy megvédjék magukat az orosz birodalmi terjeszkedéstől. És így bővült ki a NATO, az nem egy ilyen amorf amőba, amely átfolyt. Közép-Kelet-Európán át és erőszakosan terjeszkedett Oroszországgal szemben, hanem ezek demokratikus nemzeti kormányok, országoknak a lépései voltak, protekciós, protektív lépései voltak, vagy defenzív lépései voltak azzal szemben, hogy megvédjék magukat a jövőben az orosz terjeszkedésekkel szemben, és látjuk utólag, hogy nagyon is igazuk volt. Tehát, hogyha a balti államok nem léptek volna be a NATO-ba a 2000-es évek elején, akkor a balti államok ugyanolyan veszélyben lennének most az orosz terjeszkedéssel szemben, mint, mint Ukrajna. Csak azért nem beszélünk arról, hogy valós veszélyt jelentene Oroszország most a balti államokra, Észtországra, Litvániára, Lettországra nézve. Mert mert ezek az országok a NATO részei. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos adalék, hogy ki, ö, 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 oké, lehet, hogy az orosz percepcióban ez a terjeszkedés egy probléma, nyilván, mert nekik birodalmi terveik voltak ezzel a térséggel, de a NATO terjeszkedés egy demokratikus folyamat volt, amit minden egyes tagállam maga hozta meg, és senki sem kényszerítette erre én azt hiszem, hogy ha a, a, a realpolitika szempontjából nézzük ezt a dolgot, ez te, természetesen Antónak teljesen igaza van, csak teljesen irreleváns, teljesen mellékes. Még, még akkor is tudom én, hogyha ezek az európai kisállamok eh, tudom, én, pénzt fizettek a nato azért, hogy terjeszkedjen, tehát hajlandók voltak áldozatokat hozni, vagy eh, demokratikusan megszavazták. Tehát az összes jó ok megvolt rá, az oroszok szempontjából ez mit sem számít. Tehát mikor, mikor egy bizonyos ponton vagy, és úgy érzed, hogy egy ellenfél közeledik feléd, akkor az, hogy, hogy miért közeledik, vagy hozzá, hogyan közeledik, vagy hogy három szomszéd hívta, vagy négy barát hívta. Ezek teljesen mellékes dolgok. tehát Sőt, ezek a dolgok talán, talán még inkább felerősítették az Oroszországban az amúgy is meglévő sok évszázados paranoiájukat. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez nyilvánvalóan releváns az illető kis országok szempontjából, de Oroszország szempontjából semmit nem változtatott. A tényen, praktice nem változtat semmit. A tényen az, hogy, hogy ez egy, egy demokratikus és alulról jövő folyamatnak a része volt, vagy pedig egy, egy birodalmi úton kívülről ezekre az országok kényszerített csatlakozás volt, teljesen mellékes. A tény az, hogy a NATO hadseregek az Oroszország szempontjából már nem Németország közepén állomásoznak, hanem a, hanem a Dnieper mellett. Ez a, ez, ez a bottom line politikai perspektívából nézve a dolgot. Minden más teljesen mellékes. Mivel a műsoridőt, de azért nem teljesen engedtem, mert kénytelen vagyok közbeszólni és megakasztani. Úgyhogy ne, csináljunk, ne csináljunk egy több órás beszélgetést. Röviden beszéljünk arról, még hogy a Trump találkozónak. Milyen, milyen várakozásaitok vannak? Nyilván adásunk felvételének időpontjában, ez csütörtökön dél előtt valamennyivel, még nem látjuk ennek a találkozónak a következményét, nem is tudom pontosan mikor lesz, de de a Bloomberg szivárgatta azt hiszem ki, hogy Orbán Viktor a, a NATO csúcs után trump -a fog találkozni. Ha és amennyiben ez igaz, ez a találkozó is létrejön. Akkor mit üzen? Véleményetek szerint? Mi a jelentősége? Anton. Hát a jelentősége az, hogyha ugye most minden, minden, tétünket Donald Trumpra tettünk meg, ez miatt volt is kritika, de nagyon egyszerű a magyarázat. A jelenlegi demokrata vezetése annyira lett a viszony, annyira rossz lett a viszony, hogy igazából ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy, hogy uh, hogyan próbálunk közeledni a másik oldalhoz, vagy nem próbálunk közeledni a, a másik oldalhoz, ennél rosszabb viszony már demokratákkal már, már alig ha lesz. Uh, viszont hogyha most bebiztosítjuk a jó kapcsolatunkat a republikánusokkal, és a uh, republikánusok uh, jelenlegi elnök jelöltjével Donald Trumpa, akkor nagyon sokat nyerhetünk azzal, hogyha őt választják meg, és minden, Jelenlegi tudásunk alapján minden jel arra mutat, hogy Donald Trumpnak most egyre jobb esélye vannak a, a megválasztásra. Tehát az, hogy konkrétan mit, mit hangzott, tehát nem, nem, nem feltételezem azt, hogy minden részlet majd nyilvánosságra fog kerülni. Itt vélhetően olyan jövőbeli megállapodások, együttműködése kerülnek terítékre, amelyek esetlegesen Donald Trump megválasztása után fognak létrejönni, vagy aktiválódni a két oldalú kapcsolattól kezdve, olyan fájó pontokon át, ami, ami ugye régóta jelent problémát a két oldalú kapcsolatban, mint például a, a kettős adóztatási Ugye egy szerződés megállapodásnak az eltörlése egy oldalon az amerikaiak részéről, ami ugye komolyan akadályoz az amerikai tőkét, tőke Magyarországra beáramlását. Tehát vélhetően, hogyha másik adminisztráció kerül hatalomra, akkor ezeket a problémás pontokat sikerül megoldani, és elsimítani a, a viszonyt. Tehát valószínűleg ilyen részletkérdésekről vannak egyeztetések de hát vélhetően egyébként a háborús rendezés is, is szóba kerül, de legalább ennyire fontos a két oldalú magyar-amerikai kapcsolat is ezen a, ezen a találkozón. Robert, a Trump találkozóhoz egy gondolat esetleg? Az egyetlen egy gondolat, amit megjegyeznék, az, hogy ez a találkozó kifejezte azt, hogy ha, ha Trump lesz az amerikai elnök, akkor nem az várható, hogy van egy ilyen beépített szembenállás. Egyrészt ott van az Egyesült Államok, másrészt fele szemben ott van az Európai Unió. Egyáltalán nem, az Európai Unión belül is van létezik ez a, ez a konzervatív hang, és, ez, és épp úgy, hogy a, a progresszívek el, ezelőtt egy Atlanti-óceánon átívelő kapcsolatot vagy szövetséget kötöttek a, a az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, ezzel párhuzamosan nagyon bölcs dolog lenne kialakítani egy ilyen konzervatív szövetséget is az Atlanti-óceán két partján. Ez az egyik dolog, és a másik dolog, ne felejtsük el, hogy a magyar miniszterelnök honnan jött. Én még azt se tartom kizártnak, hogy úgy az orosz elnök, mint a kínai kommunista párt főtitkára valamilyen üzenetet is próbál eh, rajta keresztül kommunikálni Donald Trump felé, ami, amivel benne van a, 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 kapcsolatok enyhítésének a lehetősége. Tehát azt se tartom kizártnak, hogy ez a, a látogatás egy ilyen detantnak a, az első, az első Megmozdulása lenne az első pingpong lenne, láttuk a pingpong diplomáciát Kínával, egyfajta ilyen pingpong diplomáciának a kezdete lenne, egyfajta enyhülésnek a, a, a második hidegháborúban. Van itt még egy téma, amit az orosz-ukrán viszonyban szeretnék érinteni, viszont egy nagyon kevés és szívderítő, sőt egyáltalán nem szívderítő téma, ez pedig a gyerekkórháznak a lebombázása, és ezt érintettük mi is itt a saját beszélgetéseink során a hét során már. Ez csak nagyon röviden, hogy annyit lehet tudni erről, hogy próbálták vizsgálni a körülményeit, voltak hangok, amelyek azt mondták, hogy ez valójában egy amerikai fegyverrel volt, és valami félre sikerült, de most a legfrissebb ilyen szakértő jellemzések azt támasztották, hanem hogy egy orosz rakéta csapódott be, és hogy nem valamilyen nem valami mellément történet volt, és az ukránok részéről. Oroszok részéről ez egy mellément történet volt, szerintetek egy hiba faktor. Mit láttuk ebben a támadásban? egy, egy, egy nagy, nagy támadás történt. Hogy látjátok ezt, Anton? Hát azok a hangok, amelyek amerikai légvédelmi rakétát mondtak, azok Moszkvából jöttek, és már a pusztítás mértékéből látszódott, hogy azért alapvetően ekkora pusztítást egy légvédelmi rakéta nem képes bevinni, de aztán egyértelmű bizonyítókok is, is lettek rá. Ugye aznap több masszív orosz rakéta támadása alatt át, többek között Dnipro, Krivirich és Kiev is és több orosz rakéta csapódott a kievi, kievi, célpontokra, és az emberek, amikor ugye látták a, ugye a, a becsapódott rakétákat, látták a füstöt, a tüzet Kievben, elkezd, elkezdték filmezni, tehát ki, kijöttek a, 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 mit tudom, az erkére, vagy az ablakból, és ugye csináltak fotókat, vagy csináltak videókat arról, hogy mi történik Kievbe, és ekkor csapódott be ez a rakéta a kórház épületébe, ez majd mindjárt a kórházra, de emiatt is rengeteg videón maradt meg ennek a rakétának a pontos becsapódása, a pontos röppályája, és ez alapján egyrészt pontosan rekonstruálható, hogy honnan jött és milyen típusú rakétáról beszélünk. Ez egy H101-es orosz rakéta, egy modern fejlesztés, amit még a 80-as években kezdték fejleszteni és 2015-től kezdve állította, be, állította Oroszország a, a, fegyveres erőkbe ezt a, ezt a rakétát, egy, egy szárnyas rakéta, nem balisztikus rakétáról van szó, amelyről egyébként annak ellenére, hogy egészen sok, sok portál, mindenféle adatokat közöl róla, nagyon keveset tudni, ezeket nem exportálják, Ezeket a rakétákat megpróbálták a paraméterei tekintetében tartani az oroszok, és egy ilyen rakétáról van szó. Aztán megtalálták ennek a rakétának utána már a, a, ugye a burkolatát, a testét is, tehát pontosan, pontosan 100%-os pontossággal kijelenthető, hogy orosz rakéta volt, és egy konkrét modellt is, is tudjuk. A kórház pedig Ukrajna legnagyobb gyermekkórháza volt amely még 1800-as évek végén létesült, több ilyen bővítésen esett, át, a utoljára pedig ugye több, több, épülettel bővült, utoljára 2020-ban adták át a, pont azt az épületet, amelynek egy részében az egyik szárnyába csapódott a rakéta, és igen, lesújtó képeket lehetett látni az ember. Hát, hogyha ugye két és fél éven keresztül figyeli a háborút, napi szinten nézi a híreket, követi a különböző csatornákat, napi szinten ugye látjuk, hogy nem tudom, mi történik a fronton, hogyan roncsolódnak emberi, emberi testek, hogyan halnak meg emberek, valamennyire bele törődik, vagy, vagy megszokja ezeket, ezt a látványt, de amikor ugye, gyerekeket látunk, számomra sokkoló volt a, a látvány, Ugye ez a kórházban olyan súlyos betegségeket kezeltek, ami onkológiai megbetegedés vagy szervátültetés és ugye utána rengeteg kép volt, amikor ugye kivezényelték a gyerekeket az utcáról, mert ugye támadás miatt ez, ez, ez volt a protokoll. Na mindegy, nem akarok, nem akarok belemenni a részletekbe. Az, hogy mennyire volt szándék, tehát az, hogy orosz rakéta volt, az egyértelmű, hogy mennyire volt szándékos, én ezzel nem feltételezem az oroszokról sem, hogy szándékosan egy gyerek, egy többek között onkológiával foglalkozó gyermekkorházat bombáznak le. Ugye sűrűn lakott kievi város ezek, hogy az céltévesztett, vagy akár hogy arról is beszélhetünk, hogy nem csak légvédelmi eszközökkel lehet egy rakétának az útját megállítani, vagy korlátozni, hanem vannak ilyen rádió elektronikai eszközök is, amivel el lehet éríteni az, az, a rakéta útját, tehát könnyen lehet, hogy, hogy egy célt tévesztett rakétáról van szó, nem tudom, az talán tehát kevésbé tudom elképzelni, hogy szándékosan az volt a cél, hogy egy gyermekkórházat találjanak el. Egyszerűen azért is, mert ezek drága rakéták, az, hogy gyerekeket ölnek, annak, hogy mondjam, katonai szempontból igen kevés értelme van, viszont elégetik a drága rakétáikat, a drága és korlátozott készleteiket. Tehát ezeket nyilván inkább olyan célra fordítják, mint például a, a most csak mondok néhányat, ugye a Kievben működik az a, az Artyom nevű gyár, ahol katonai eszközöket gyártanak, ez nagyjából egy, egy kilométeres távolságra volt a gyermekkórháztól. Ez egy nagy távolság, rakétának ilyen néhány tízméteres pontossága van, de hogy vannak valid katonai célpontok, ami egy háborúban valid katonai célpont, ami sokat többet hoz, úgymond, hozadéka van stratégiai szempontból, egy civil létesítmény lebombázásának nincs semmilyen katonai hozadéka. Robert, hogyha megengeded, akkor egy közel-keleti hírcsokorral itt a beszélgetésünk végéhez közeledve megbombáználak, már előkészítettelek erre. Elolvasok négy szalakcímet, ami a magyar sajtónak a bugyraiból került elő, ez pedig a négy szalakcím a következő. Azonnali távozásra szólította fel Gáza város negyedmillió lakóját, Izrael. A következő, a Hezbollah újabb tagjával végeztek az izraeli elők következő állítólagos szíriai célpontokat támadott Izrael a Golán fensíkon, és az utolsó pedig Izrael soha nem látott mértékű támadást intézett Gáza ellen. Robert Amel vicceltem meg nyilván szórakoztattam azzal, hogy ebből tényleg egy, egy, egy szörnyű terrorállamnak a képe rajzolódik ki, de mi az, amit itt a magyar sajtóban nem látunk? Mi történik? mit csinál most Izrael? azt hiszem, négy nagyon jó hírt hallottunk. Én azt hiszem, ezek különösen optimista és külön, különösen jó hírek. Tehát, hogyha az első hírrel kezdem már maga azt, hogy Izrael figyelmeztette Gáza, Gáza város lakosságát, hogy hagyják el a várost, ez annak a bizonyítéka, hogy mindent meg akarunk tenni, hogy, hogy megvédjük, megóvjuk a polgári lakosságnak az életét. Tehát, hogyha Izrael szándékosan akarna a polgári lakosságot támadni, vagy pánikot kelteni a polgári lakosság körében, vagy menekültét, vagy menekült hullámot beindítani, akkor az mondjuk egy elég gyatramódja annak mondjuk, úgy, hogy előre figyelmezteted őket, mielőtt, mielőtt támadsz. És láttuk azt, hogy miután Rafahnak a több mint 1 millió, 1,4 milliós lakosságát gyakorlatilag 10 nap alatt evakuálta Izrael, akkor gázavárosának városának a lakosságát evakuálni, tényleg nem probléma, és hogy miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert a lakosság háta mögé bújva, a lakosságot emberi pajsként felhasználva a terroristák megpróbálják újra rendezni a soraikat, és akkor nem akarjuk nekik ezt az előnyt megadni, nem akarjuk ezt a politikai előnyt megadni a Hamasnak, hogy halott gyerekek képe, vagy halott civilek képe járja be a, a világ és ezért van szükség a, a lakosságnak az evakuálására. Ez, ami a gázavárosi hírt illeti. Ami a támadást, a Sir Golan fensikon illeti, hát látjuk azt a, a különböző iraki, meg, meg, meg libanoni hiszből, a kataib hiszből, és egyéb alakulatoknak a, a, a beférkőzését az iráni támogatású, bekötöttségű miliciáknak a, a, az áramlását az Izrael északi határai felé, és ezeket, ezeket érte csapás. Állandóan, tehát állandóan folyik ez az egyre magasabb, hevenyebb intenzitású, hevesebb intenzitású pingpong Izrael és a Hizballa között, és egyre megállíthatatlanabbul csodrodunk egy általános háború felé ezen a fronton. És megint csak arra szeretném figyelmeztetni a nézőinket, hogy október 7-én a Hamas megtámadta Izraelt, Izrael elkezdte a harc tevékenységet a Hamas ellen október 7-én, október 8-án a Hizbala hátba támadta Izrael. Tehát Izrael nem támadta meg a Hizbalát, a Hizbala támadta meg Izrael. Ebben a, ezen a mind a két hadszintén, mi vagyunk a sértett fél, mi vagyunk a, a megtámadott fél, mi vagyunk az a fél, amelyik az önvédelmet gyakorolja, és hogyha, ö, hogyha valaki legbiztosabb próbálja ennek az, hogy mi föltesszük magunknak a kérdést, hogy mi történne, hogyha a Hizbala leállítaná a tüzet és visszavonulnának a határtól, semmi nem, nem, tartom valószínűnek, hogy Izrael el akarná foglalni Szíriának vagy Libanonnak bizonyos részeit, semmilyen állítás nem hangzott el, még a Hizbala részéről se. Viszont, hogyha Izrael tenne egy három lépést hátra, akkor a Hizbala, meg ezek a többi, a, a többi ilyen iráni bekötöttségű milícia betörne Izrael területére, épp úgy, ahogy a Hamas is megtette. Tehát azt hiszem, hogy ez lenne a válasz erre a kérdésre, és ezek a, ezek a komikus állítások a magyarországi médiában, hogy, hogy még sohasem látott erejjel támadja Izrael gázát, én csak arra szeretnék figyelmeztetni mindenkit, vagy emlékeztetni mindenkit, hogy a háború elején Izrael körülbelül négy hadosztályjal tört be Gaza, Gáza területére, hogy felszámolja a Hamaszt. per pillanat talán egy hadosztálynyi harcerő harcol Gázában, tehát ez egy pont a 25 a annak, ami, amivel a háborút kezdtük. Tehát ez a soha nem látott, ez, 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 akkor igaz, hogyha a modern, modern média munkásoknak a 24 órás figyelmi, figyelmi képességét veszük figyelembe. Akkor az, utolsó, az utóbbi 24 órában ez soha nem látott volt, az igaz. Ha a háború egész menetét nézzük, akkor látunk ennél sokkal, sokkal számottevőbb támadásokat Gázában frappáns és rövid összefoglaló. Köszönöm szépen. Végig zakatoltunk főleg a műsorunk második felében az összes tián, amit szerettünk volna érinteni. Biztos, hogy volt van olyan, amit uh kihagytunk, vagy elsiklottunk felette, de ennyi fért az amúgy is hosszúra nyúlt eheti beszélgetésünkbe. Jövő héten folytatjuk, és akkor jövő héten is igyekszünk követni az eseményeket. Köszönöm szépen a beszélgetés Robert C. és Ben Antonnak, és a Mondi Ned nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az eheti harctér. Búcsúzik a házigazda, Póca István. Viszont látásra, viszont hallásra.